területekre is, kertépítési munkák is fognak történni. A látványtervekről mesél Nyilasi Erika, a Városfejlesztési Iroda megbízott vezetője. Az ábrákon a déli kertben található 56-os emlékmű jövőbeli képei láthatóak. Az önkormányzat a tavalyi évben nyújtott be egy pályázatot a park felújítására, amit pozitívan bíráltak el, így az elmúlt hetekben meg is kezdték a munkálatokat. A kivitelezés maga már március 2-án elkezdődött. Maga az emlékmű egy tisztítási folyamaton ment át, és az emlékmű köré egy antikott macskakő emelvény kerül kialakításra, ezáltal egy kulturáltabb rendezvény, illetve megemlékezést tudunk folytatni. A felújítások következtében nagyobb terület áll majd rendelkezésre az egyes megemlékezéseken és koszorúzásokon. A tervezet szerint a felújított emlékmű egyszerű és letisztult lesz, ami méltó emléket nyújt az 56-os eseményeknek. Nem csak az emlékmű körül történtek változások az elmúlt hetekben, a park több területén végeztek kisebb kertészeti munkákat. A déli kert Széchenyi utca felőli szakaszát újítottuk fel teljesen. Kivettük az illemhelynek használt bokrokat, amik értéküket vagy díszítő értéküket veszítették, már kiöregettek, és a kerítés helyett egy két soros sövényt ültettünk spireából, hogy megvédjük a kiszaladó gyerekeket, megvédjük a park intimitását, a forgalomtól elzárjuk. A kertészeti ágazat vezetője elmondta, a déli kert hátsó részében található hadisírok menti területet is megtisztították, az egyenetlen részeket feltöltötték földdel, és a füvesítést is megkezdték. A tervek szerint a kertészeti és az emlékmű körüli felújítások is befejeződnek néhány hónap múlva.